harmadszor vagyunk ide haza. Nem, most a takarítással... Most kezdünk, de harmadszor, hogy idehaza vagyunk, és körülnéztünk, hogy mit kell csinálni. Így össze van csinálva minden, hogy azt is egy kis részét kidobták, a többit meg elvitte, elrabolta, elvitte, hogy hát egyszerűen használhatatlan minden. Ide közöttünk, és valahogyan itt azért érezzünk. Azért munkánk itt van benne. 30 évig. Nekem 33 éves munkánk van mindenben benne. És azért hát kötődünk hozzá. Hiába raboltak ki bennünket, meg minden tényleg szóval tönkretettek, de semmi. Akkor is ide jönnénk. Úgyhogy a nulláról kell kezdeni, de megpróbáljuk. Harmadszorra is megpróbáljuk. Mert harmadszorra kezdtünk, mert először, amikor ide költöztünk 69-ben, másodszor, mikor el kellett hagyni a hazánkat, és csak egy kis szatyorral mentünk a nagyvilágba próbálni életet, és sikerült, hát akkor megpróbáljunk újból a milyenkébe. Reméljük, hogy sikerülni fog. Szóval remény az van. Hát erről még úgy érezzük, hogy van, ha megpróbáljuk. Dél-Baranya vagy Belső Drávaszög magyar falvai Trianon után kerültek a szerb-horvát-szlovén királysághoz. 1941-ben ismét az anyaországhoz csatolják a területet, majd 45-ben a létrejött Jugoszlávia része lett. Az 1991-ben kirobbant délszláv háború előtt Jugoszlávián belül Horvátországhoz tartozott. A jó részében ma is magyarok lakta területre, 1991 őszén a jugoszláv néphadsereg vonult be. A falvakban szerb közigazgatást vezettek be. A hadsereget mindenhol félkatonai egységek, úgynevezett csetnikek követték, akiknek minden nem szerb, horvát vagyis usztusok. Dél-Baranya a háború hátországa lett. Innen támadták a szerbek a közeli horvát nagyvárost, Esztergomot. Az ENSZ békefenntartó csapatainak érkezése, majd a terület Horvátországhoz való tartozásának eldöntése után csak 1997 tavaszán nyíltak meg a határok. Kopács, Laskó, Várdaróc, Beje és a többi község 6 évig teljesen el volt zárva a külvilágtól. Úgy tudtuk, hogy ott nem is volt háború. Nem tudtunk mi azt, hogy most te horvát vagy te szerb vagy, valakinek mondtunk volna. Egész eddig a háború előtt talán egy hónappal. Még akkor sem, pontosan, amikor a háború elkezdődött 91-ben, 91 nyarán, mikor elkezdődött. Addig mi ezt nem tudtunk semmit sem. Egymás között úgy éltünk, hát mind jó barátok. Ezt nem tudom fölfogni most sem, hogy mi történt ezekkel, hogy egyik napról a másikra, de akik megvadultak. Úgy jöttek nekünk, a szerbek. Föl lettek fegyverezve, de csak a szerbek. A faluban beszedték a fegyvereket, mind a vadászoktól is, és a szerbeknek kiosztottak is a cigányoknak. Mert az ide való cigányok, akik ott vannak nálunk, azok görögkeleti cigányok, nem katolikusok, görögkeleti is. És ezek, és akik görögkeleti, akkor ők persze együtt, a szerbekkel ugye együtt. Nem gondoltuk, hogy ilyen lesz, hogy azt gondoltuk, hogy ez majd így. Nem is tudtuk elképzelni, hogy ilyen helyzet lesz. De meg volt 41-ben, 10 éves kölök voltam, bejöttek a magyarok, harmadnap már mentünk iskolába, minden posta dolgozott, irodák dolgoztak, minden, három nap alatt el lett intézve. Akkor 45-ben bejöttek a partizánok, nem? Jugoszlávok. Partizánok, jugoszlávok. És akkor megint két-három nap alatt minden rendeződött. Tehát most is hát három napot átgyúrjuk akárhogy. Aztán három napból hat év lett.
Oda jön a Feri hozzám, és azt mondja, hogy Anyi, azt mondja, menjünk. Én, nekem átvillant az egész eset, amikor az én uram mondta nekem, hogy menjünk. És én azt mondtam, hogy nem, nem szeretnék elmenni, nem hagyom itt az otthonomat. És mikor ez az átvillant, és egy pillanat alatt azt mondtam neki, hogy igen, menjünk, menjünk rögtön. És semmit nem fájt, hogy eljöttünk. Azt mondták, hogy itt van mindenkinek egy szatyor vagy koffer, és mindenki pakolja be, amit gondol magának. És én szó nélkül mindent bepakoltam. Nem is fájt semmi. Gondoltam, hogy hát akkor nem tettem meg azt, amit most meg kellett. Amit most akkor kellett volna, hogy én ezt megtennem. Emlékszek különösen 1944-re, mikor apámat elvitték és megölték. Hát arra nagyon jól emlékszem. Arra az estére. Arra emlékszem, hogy kopogtak az ablakon éjjel, és már fél álomban voltam, és csak készülődött apám, és anyám kikísérte. És én még úgy éreztem, hogy kellene megölelni, vagy valamit, de aztán meg azt gondoltam, hogy hát ha akkor még megijed, hogy én azt hiszem, hogy ő, tehát most megölik, vagy, és ezt nem akartam, hogy megijedje, de is olyan hirtelen történt, nagyon hirtelen, úgyhogy nem volt, nem tudtam elbúcsúzni. A falubeliek készítettek egy listát, falubeli szerbek, hogy kik kerülnek a listára. És így kerültek elsősorban magyarok és néhány horvát a listára. És őket összeszedték az éjszaka, és hajnalig kínoszták őket. Egész halálukig. Nagyapám történetén nőttem föl, a tragédia, ami vele történt, és azzal, hogy tehát a magyarságommal tisztába kell lenni, illetve azzal, hogy bármilyen körülmények között meg kell maradnom annak, ami vagyok. Tehát, és ezt végül is az édesapám nevelte belém, hogy hallgatni kell, mert még nem jött el az ideje, hogy ezt, tehát erről beszéljünk, de az úgy mindig bennem volt, hogy én más vagyok, mint a többi, és én erre büszke voltam mindig. Az autóba bejöttünk, és akkor én azt mondtam otthon, hogy megyünk a fiamhoz Újvidékre, mert a másik fiam az Újvidéken volt, az túl volt a Dunán. De hát mi nem Újvidékre jöttünk, átjöttünk, mikor ide átértünk, még akkor se, dehogy sírtam, nem sírtam semmit. Csak azt mondom, hát most olyan földönfutók vagyunk, vagy mi vagyunk. Hát sehol semmi, nekünk itt se rokonunk, se ismerősünk, meg hát különben is én nem mentem, öten nem mehetünk volna senki általában, és nem is mentünk. Tudták, hogy a fiam nincs itthon, és a behívót megkapta a katonasághoz, a szerb, volt jugoszláv hadsereghez. Azért is küldték neki a behívót, hogy hát kellett volna menni mellé gyilkolni. Persze nem engedtem el. És akkor átküldték őket. És akkor minden éjjel kaptam a telefonhívást. Na mi van? Te usztasa vagy? Elküldted a fiadat? Minden éjfél, 11-től éjfél után egy óráig minden éjszaka kaptam. Már a feleségem kezdett bedilizni, mert már idegösszeroppanás majdnem kapott, hogy mindig maceráltak bennünket, hogy na most mi van. Akkor már augusztus volt, 91, augusztus eleje körül, akkor már olyan túlzásba ment az egész dolog, akkor már én se idegileg nem bírtam ki. Tehát a vállalatban sem dolgoztam, szabadságot vettem ki, sőt, mi több lejárt szabadság, nem mentem dolgozni, mert akkor már idegileg nem lehetett átvészelni ezt az egész macerállást, a babrállást, meg amit csináltak. Hol éjszaka, hol nappal, meg stb. Minden. És augusztus 18-án én elmentem. 2-3 órára már alkonyozott, ugye 4 órakor már nem lehetett kimenni az utcára, akkor gyűjtek, és akkor gyűjtek ezek a 18-an, és akkor vitték le, hogy lemenjek a part alá, és le is indult, már mondták, hogy azt mondja, visznek. A part alá, az a vízpart. Vízpart lefelé, az erdő felé. És azt mondja nekem, hogy azt mondja, agyon,
vigyétek, azt mondja, két sásznak mondja, hogy vigyétek négyen, vigyenek engem, lőj, azt mondja, Horvátum mondik, hogy azt mondja, odnézte sztároga obitega, azt mondja, vigyétek el az öreget, lőjétek agyon. Én akkor reagáltam a legelső pillanatban, amikor megyünk lefele, a fénykapu volt itt hátul, és mikor megengedték azt, hogy én a kaput nyissam ki. És de hideg volt, és én megrántottam a kaput, ő azt gondolta, hogy a kapu áranyílik. És én arra, és amit nyitottam, ő nagyon közel állt. A kalasnyikot itt tartotta, mind a két gyerek, de reméltek, láttam rajtuk, és amint megütöttem a kezét, a vas, megütött a vaskapu, megütött a kezét, kicsúszott a kalasnyik, és leesett, és az, a vétes sarokba elkezdett lőni befelé. Meglátszik a falon is még mindig, és akkor én körözt ugrottam, ugye, és 98 km mentem gyalog, Harkányig, gyalog innen Baranyán köröztél. Végig kísértek a szobákon, mindent, hogy lögdöstek, a feleségem egyedül ütött a konyhába, akkor ezt is ottan molesztálták, hogy ismeri, hogy mi a horvát jelvény. Mutatta a kezén mellett egy horvátot agyonlőttek, és azt mondja, hogy, hogy tudja, hogy mi ez. Akkor engemet, és akkor délután visszajöttek, mert elmentek, és akkor délután újra visszajöttek. Akkor ez engem megvert, ütött. Nem tudom, hogy ki volt az. Csak állítólag Kisdárdai, de így megismerném, de így nem. Ütött jó alapok, és akkor végig leütött a szemüvegemet, a szemüvegem leesett így. A folyóson, oda ott van egy ilyen oszlop, oda leesett, és mikor lehajultam érte, és fölveszem a szemüveget, akkor rúgott. De az volt a szerencse, hogy az a gang ilyen magas, és belerúgott abban. Hogyha nem akarod el a lába, akkor szétrúgja az arcom. Biztosan akkor. Ott volt másik kettő, egyiket papnak nevezték, ilyen hosszú szakállal volt, és egy másik ilyen az a sapkás, amit a fejére húznak, ahogy mondja, hogy sí sapkás. Azt mondja, nem olyan a dílet, játsuk a odaeszit, azt mondja, hogy ne bántaszom, majd én elintézem. Akkor azt mondja, dühösen, dobra, azt mondja, akkor intézd el te. Akkor lekísértek a vízre, mutassam meg, hogy hon fogtam a halat. Kérem szépen, itt fogtam, lássuk. Itt van a varsa. Itt a csuvarica, ahogy mondja, milyen haltartó. Meg volt a mosógépnek a dobjából. Csináltam haltartót, födelet, körül tettem rá ilyen plastik habot, és akkor ez úszott a vízen, és abba tartottam a halat. Mondom, egész idáig ebbe tartottam, és élt a hal, ugye. És azért hol fogta, hol van a szerszám, ott van fönt, lássátok, megmutattam, már délelőtt is ott van, a varsáim ott voltak kiterítve. Itt fogtam lent, itt van, itt a csal. Hol? Lekísértek oda, és akkor azt mondja, menj le az alsó lépcsőre. Le az alsó. Csak le, egész oda le, azt mondja, idáig tetted a halat, most téged fognak a halak enni. És akkor ő ismételt a kalasnyikóval, akkor az a másik, akit papnak nevezte, azt mondja, nem olyan, nem olyan. Ipakém a sztár. Azt mondja, ne, állj meg, azt mondja, ne. Azt mondja, ez az ember mégis öreg. Ide jött a katonaság, az rögtön elkezdte a kerítést leszedni, meg hát nem is tudom elmondani, hogy mi volt az akkor. És amikor meghallottam, hogy magyarul beszélnek, akkor nem tudtam, hogy mit gondoljak. Bácskai magyarok voltak. Azoknak az úgy lett beadva, hogy itt minden tönkre kell tenni, mert itt mind usztasák vannak. Este, vagyis éjjel, fél kettőkor hallottunk, hogy ugat a kutya, és a férjem az kiment, mert hát ha az ember a saját udvarában nem mehet ki. Kiment, és egyszer hallom, hogy kiabálta, hogy Ilonka, Ilonka, de olyan furcsán. És akkor kimegyek, és fölgyújtottam a villanyt, és kiáltottam, hogy jövök, olyan erélyesen. És azt mondta, hogy akkor engedték el a torkát, mert megfogták a torkát, el akarták vinni a disznót. És másnap reggel csak hanyatt esett, és kész volt. Hát tele volt ezzel a stresszel, meg azt mondják, hogy a nők a gyöngébb nem. De sokkal nehezebben viselte el ezt a helyzetet, mint én. Az mindig mondta, hogy én ezt nem bírom tovább. Mondom, de bírni kell, érted? Bírni kell. És nem bírta, fölmondta azt. Szolgálatot a szíve is, és kész lett. És
akkor mikor egyedül maradtam, akkor a gyerekeim hívtak, hogy hagyjak itt mindent. Hogy hagyjak itt mindent? És akkor az volt neki, verssel válaszoltam nekik. Szülőföldem baranya, te ártatlan vérrel áztatott, melyet népen nagy része elhagyott. Másút keresett menedéket is várja, hogy majd visszatérhet. Hazádnak rendületlenül, Vörös Martival ezt vallom most is, árván egyedül. Őseink itt éltek századokon át, én nem hagyhatom itt baranyát. Ide köt a néma rög, az ősök hamval temetők. Templomunk néma harangja, az elhagyottak panasz hangja, lehet az élet könnyebb és jobb is oda át, én nem hagyhatom itt az árva baranyát. A nagyvilágon kívüle nincsen számomra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élnem, sajnom kell. Régebben is írtál eseket? Soha. Nem is gondoltam, hogy tudok. Csak egyedül maradtam, és akkor éjjeleket nem aludtam, mert úgyis, ha az ember egyedül marad, akkor borzasztó az. De így meg, ilyen helyzetben meg, így teljesen a gyerekek nélkül, mindenki nélkül egyedül maradni, ezt nem tudom elmondani. Hogy éjjel csak a Bibliát olvastam, volt úgy, hogy nem aludtam semmit. És akkor eszembe jutottak ilyen gondolatok, és akkor csak így. Így születtek csak a versek. Voltak olyan napok, amikor rettenetesen támadták innen eszéket, nagyon sok felől, innen Laskóról is, mert ott, ahol az iskolánk van, oda voltak beágyazva az ágyuk, 5-6, most nem tudom pontosan, és akkor onnan lőtték eszéket. És akkor olyankor nagyon féltünk, mert semmiféle óvóhely nincs az iskolában. És akkor hát olyankor kiültünk a folyosóra a gyerekekkel, és akkor ott énekelt. Elnézést kérek. Hát, énekelgettünk ilyen kis tanult népdalokat, meg hát meséltünk a gyerekekkel, meg játszottunk ilyen társas játékokat. Most elnézést, nem fordult még idáig elő velem. Hát akkor visszamentünk az osztályba, amikor lecsitult a nagy égzengés, és akkor folytattuk tovább a tanítást. Élő pajzsnak használtak föl bennünket. Tudták, hogy a horvátok úgysem lőnek oda-vissza, mert mégiscsak 64-65 gyerekünk volt, 66 ilyen létszámmal mozgott, ugye a tanulók létszáma, és hát... Szóval tudták ők, ez egy jó bevált módszer volt, mert Boszniában is így csinálták, hogy mindig iskolák mögé bújtak meg. Hát behúzódtak ugye a falvakba, és akkor hát ők tudták azt, hogy oda nem lőnek vissza. Nagyon sokszor úgy éreztük, hogy nagyon bűnösök vagyunk, hogy nem szabad ezt megtenni a gyerekekkel. De aztán volt egy másik dolog is, amire gondolni kellett, hogyha mi onnan kimegyünk, akkor azt az iskolát szétdúlják. Mert már így is a hadsereg az óvodánkat kipakoltatta, és hát beszerettek volna oda települni. És akkor tudja, hogy van ez, hogyha egy magyar iskolát földulnak, akkor ki a jó Isten fogja azt nekünk újból fölépíteni. Meg hát, hogyha elmegyünk, akkor én azt hiszem, hogy itt megszűnik a magyarság. Mert ha az iskola nem működik, akkor a nép is úgy érzi, hogy nincs tovább miért itt maradni. 9:30 körül volt talán. Verték a kaput, kiabáltak. Kimegyek és kiabál egy fiatalember, voltak különben 4-en voltak, hogy ég a templom. Ha nem mondjam, hogy akkor... Kicsit rosszul éreztem magam, de mindjárt fogtam a kulcsot, és szaladtam.
nem is gondoltam semmire, és mikor bemegyek, hát valóban az orgona felől égett, utána derült ki, hogy az orgona lábpedáljaira tették az összetekert szőnyeget, amit belocsoltak naftával, és ott gyújtották meg, és szintén a torony felüli karzatba is égett a tűz. Futószőnyegünk van a templomba, és akkor ugye lehozták, és szagogaták, hát tele benzin, naftaszaggal tele volt az egész, leöntötték, mert nem is bírt elégni, mert közben fölraktuk tére, ugye január 12-én volt aligha, és akkor az a, annyi nedvességöt beívott az a szőnyeg, hogy nem bírt égni, mert talán, hogyha az meggyúl, és többet öntnek rá, akkor nem bírunk segíteni rajta. Botorkálva villanylámpákkal volt, aki a lépcsőn elesett a vödör vízzel, de jött mindenki valóban vallásra való tekintet nélkül. Úgyhogy szóval egy volt a jelszó, hogy ég a falu temploma, el kell oltani. Ez sikerült is, de sajnos az orgonánkat azt nem tudtuk megmenteni, az megsemmisült, használhatatlanná vált. Hát láma gyerekeket meg is verték, azt a három fiatal embert, akik elárulta, ugye bejött, értesítette tiszteletes urat, hogy ég a templom, azt ott másnap meg is verték. Hát kérdezték, hogy ki az éjjelőr, de én voltam, az egyik kihívott, pisztolyjal kimentünk, ő meg én. Kicsit megszorongatta a torkomat, többiek benn maradtak, három rendőrrel. Ez ilyen, nagyon jó vastag karóval. Az egyik, az várteiket. Begyüttek mindjárt, kikapcsolták a pisztolynak a tokját, és akkor fölhúzták a pisztolyt, és akkor elkezdtek. Ütettek még egyetiket. Karóval vertek, meg kaptam kézzel, meg mindahogy. Akkor mindenki kapott jó verést, akkor azt mondták, hogy na most kinés haza. Megindultunk haza, mert odaállt egy az ajtóba a pisztolyjal, azt mondja vissza, akkor kaptunk még egyszer, és akkor éjfél felem, mit tudom én, hogy akkor elzavartak, hogy na most gyorsan tűnés haza. Hát hazáig szaladtunk, minket, csak az őr maradt ott a nát. Minket elzavartak, de az Batyám, az Attila, az még ott még kapott. Nem volt olyan nagy belekedés éppen. A harmadik az visszalépett, ahol a karóval fejbe vágott. És akkor nem hajultam el mindjárt, hanem még egy pár ütést éreztem, akkor utána rájuttam. Bent voltam a fürdőszobában. Hideg jön volt, arra keltem fel, hogy hideg van. Bent feküdtem a földön. Lampák égtek. Az egyik még visszajött. Mondta, hogy álljak fel, mondom, nem bírok. Nem is akartam. Elővette a pisztolyt. Vagy álljak föl, mert hogyan lőv, hogyha nem állok föl. Nem bírok, mondom, hogyan lőv, ezt nem bírok fölállni. Leütött az ajtóba, és vártam, míg előhittem. Fölkeltem, nagyon hideg volt akkor, ma akkor fölkeltem. Kijöttem, azt mondta, hogy fél óra múlva legyek fent a rendőrségben. Megértettem, jó van. Tudtam, hogy úgysem megyek föl, mert akkor megint csak kapok. Hát másnap reggel elmentünk le, összebeszéltünk itt az asszonyok, ide gyitták hozzánk, és akkor hát, hogy menjünk le, mert hát ezt hát nem lehet tűrni, amit ugye csinálnak. Akkor a szomszéd asszonyom fogta a sodrófát, és avval lementünk a rendőrségre, de ők nem voltak ott, kocsmában voltak. Hát az a másik kettő volt alig, két rendőr, de hát azok röndösek, úgyhogy nem olyanok idősebbek is, meg hát röndös rendőrök voltak. És akkor elküdtek, értik, ezért a három él. Hárman vagy? Négyen voltak, már nem is tudom. Na és mikor gyűjtek be, úgy rontottak be, mint a vadállatok, és akkor nekünk estek, ráncigáltak, így megfogta egy a vállamat, úgy rángatott, és akkor mindenféle usztasának elmondott bennünket. Egyszer kapok vizét, hogy jelentik, hogy az én fiam agyomban lőve. Hát mondom, most ment ki a traktorra, mert figyeltem mindig, hogy mikor mén a traktor, mikor gyűn. Hát, jó van, bemék a rendőrségre, kérdem én, hogy igaz-e ez. De nagyon meg, ha nagyon lütek van, akkor mindegy. Mindegy. Mert a házamat felgyújtották elsőbb,
a szállást, aztán szétverték, utolsó tégláig elvitték. Na most már mindegy, nincs semmi, menjek én. Mondtam mindent. Azt mondja, ne így, ne úgy, na jó van. Lecsillapodtam én, ott volt, tehát többen is. Hát ne így, ne úgy. Na, hazamegyek én. Mondom az asszonynak, hogy most már mindegy, ami történt, történt, hát. Na, akkor az asszony kapott, hogy mondják magyarul, szívrohamot, vagy infarktot. Idegroppanást. Idegroppanást. Hát, még azra rágyitta is. Úgyhogy az asszony elment a kórházba, szóval nem épp az a nap, hanem később még valahogy itten a orvosolták. Aztán eltemettük a fiunkat, de azt a fiunkat úgy kellett volna eltemetni, hogy hogy mondjam, anyám voltak, hallottak akkor napot. Közös sírba. Közös sírba. 11-en voltak. Igen. 11-en voltak akkor nap. Hát így volt. Aztán, mikor ez elvégeződött a temetés, hát elmentünk haza. Közben van egy nekem így volt szomszédom, sokszor kért kölcsön ezt is, meg azt is tudom, pénzt is, meg mindent. Az a házra lövődözött. Azt mondta, hogy kimészte innen. Én azt mondtam, a fiam itt van eltemetve. Én a fiamat nem hagyom meg. Már mondom, én megvettem mindjárt a fiam hátam, mert nekem is mondom a helyet. És ott van máma nap is. Így. Egy magyar kollégánk volt, befogadtak, 4 napig ott voltam. És én nem bírtam azt, ott hagytam a gyereküket, a feleségemet én visszajöttem, és beálltam önkéntesen a horvát katonasággal. Azt én nem bírtam, hogy másik országból valaki ide nyújtjon az én hazámat, meg ha mondom, utóvégre mit nem néztem én arra. Az az ennyi, és kész. Most ami lesz. És nekiindultunk így. Habár tudtuk, hogy nincs elég fölfegyverkezés a horvát hadseregnek, ahogy egyelőre hirtelennyébű. Közvetlenül a 9. hónapban összejöttünk ebből a faluból 12-en, 18-en körülbelül. A legelső alkalommal itt voltam a házamnál, nem 18-an, közvetlenül általában azon a kanal is van itt, mindjárt. Nézelődtem délelőtt 9-10 óra tájba. 9-10 óra tájba, azért is jöttünk, már tudtunk azt, hogy ez itt vannak. És hát majd rakétázunk, egy kis játszunk, ugye. Hát, hogy borzasztó volt, borzasztó, amikor már föltette a szerb katonaság a házamra a zászlóját. Meg már ott volt a géppuska is, tele volt a katonasággal. Zoli volt a parancsnok, azt mondja, abból a hírrel együtt magyarba vissza, hogy gyerkek, vigyázzunk, mert pontosan megvan a papíron a nevünk, mindannyiunknak a nevünk, a felderítőinknek a nevei, és az az adat, a feladat nekik, a csetnőknek, hogy minket nem szabad elfogni, csak kinyírni. Délelőtt 10 óra 15 perc úr körülbelül megkezdődött a lövöldözés. Bevártak itt szépen. Akkor azt mondja az egyik kolléga, úgy félek, hogy ezt el sem tudom mondani. Hát mondom, én se vagyok, nem tudom micsoda bátor, mondom, én is csak félek. És mindig mondtam, vigyázzatok emberek, innen a veszősből, a bozótból, innen fogjunk egy szép napon ráfizetni. Héten 70 000-szer fogtam halat, és tudom, hogy melyik fal, melyik ledűt, meg van ott fa, vagy nincs fa. Oda néztem, rögtön belenéztem a pofájába csetniknek. Megállok,
hatalmas nézelődék, mondom, ember, úristen, és tele van bokorral, 5 méterrel, 10 rágyú kopasz tűtésön, és oda, hogy én a Dani ma el akart kerülni, mondom, Dani, nézzel csak a messzilátóval, én alá volt a katonai messzilátó, nézd csak, mondom, ott a fa között így, nézd csak le abba a sarban, mi van ottan. És aztán abban a pillanatban meg lent jobbrú, gyűnnek rám hárman, és magyarul azt mondja, a rosszabb a pofáikat, azt mondja, ez a két kurva ethagyott bennünket. Így mondja. Én meg már majdnem, mikor visszafordultam, az a ketté eltűnt a tűtés. És lefuttuk, kezdők lefutni a tűtés, megijedtem azoktól. Most megyek ezekkel, mondom, ezek az Zoliék. Gondoltam magamban. És leszaladtam a tűtés tüvéig, megállok. Azok nem láttak tovább tőlem egy 20 lépésre. Csak hát bokrok voltak köztünk. Megállok, mondom, ez nem a Zoli hangja volt. De még ma útközben ki van a Zoli, az Isten bassza, meg hát gyeretek, már menjünk ma haza. Megállok, egyszer elkezd fittykálni. Kétszer, háromszor. Én is visszafittyentek, ahogy én szoktam, de a fitty szó nem stimmel nekem. De azok a hangok se. Úgyhogy nem mentem oda. Akkor engem elfogott egy kis pánika. Úgyhogy ilyen gaz, a tűtés cíbe rögtön levágultam. Én erre lassan elcsúsztam, azok meg amarra vissza. Három csetnik, meg nem tudta, biztos, hogy nem tudta a járást. Az csak bácskai magyarok lehettek. Hogy jött a segítség, innen jött a horvát katona. És mondom nekik, hogy hát hogy jártunk, és hogy volt, merre volt, akkor elosztoztak minden 5 méterre, és akkor megtöltött puskákkal, és megindultunk emelre. A Dani onnan lentre kiátsa, gyűjön ide. Mondom, mit akarsz, itt vannak. Hát mondom, jó van, itt vannak, akkor örülök neki. Én még rá sem gondoltam ilyesmire. Oda még azt mondja, itt vannak, de meghaltak. Meghaltak, itt van neked, itt fekisznek. Hát nem létezik. Még mikor azt mondja, hogy itt vannak, mondom, hogy nem hallom az Zoli hangját, hanem mindig hangos volt. És akkor, amikor láttam, akkor Zoli hanyat feküdt, érdekes, ennek is a jobb lába így volt. Keze szét van lőbe. Nézem, nincs a derékszíja, ki vannak kapcsolva. Nincs a bomba, nincs a puska, nincs a szemüvegje, nincs a víz csutora, hogyan mondták a kis. Az meg volt neki a csutorának, horvátul mondják, a befedett őszbőrrel, már vadász volt, és írta rajta Juhász Zoltán. És ezt elvitték az édesapjának haza, mutasztéknak, meg a szemüvegjét, úgyhogy az édesapját jól megismerték, úgyhogy rá egy évre meghalt. Az Magyarország volt meg az apja. Ezt a bránkó meg oda volt egy 15-20 méterre, az is szintén úgy nézem, annak itt a derék szíján körözti három luk, itt a hasána, meg itt egy. Hát meghaltak, és akkor összeszedtünk őket, bevittünk. Patológiára, eszégre én kísértem, annak a fiatalok egy se akart beülni velik. És akkor hazavittek. Három napig alig tudtam magamhoz térni. Mikor a réten történt valami ilyen felderítő csoport, Horváth bejött a rétbe, és akkor mikor a szerbek ezt megtudták, vagy észrevették, akkor mindig a falut torolták meg azért, hogy a horvátok ide jönnek, és gyanúskodtak, hogy kopácsok is vannak közöttük, mivel ismerték a rétet. És akkor ez mindig a falun sínlettem meg az emberek, akik itt maradtunk. Azon a tragikus napon az volt, hogy van 11 órakor délelőtt, 10 órakor megálltak itt föl nálam a saroknál, kamionokkal, meg kamionokkal, mindenféle. Gyűjtek be, és várték az egész utcát egészen föl Baksádék odáig. És akkor, mikor visszagyűjtek, akkor begyűjtek házba, kérdezték apámat, hogy van-e valamilyen pálinkájának. Azt mondja, van, de elég rossz, azt mondja, azt kint tartom, azt mondja, hogy menjünk ki, érte? Azt mikor kimentek,
mi nem mehetünk ki a házból, nem is engedtek ki. Jó napot, eljött, az volt, hogy jó. Megütött. Kérték a fegyvert. Kivittem a palantákat oda, mert jó idő volt. Azt is lesöpörték lábbal mindent, akkor betranszporálta, bennünket behajtottak, hogy lássák talán a többiek, én nem tudom mi. És akkor ma eltüntették a gyereküket, észre se vettünk, hogy mikor. Akkor ott ütöttek bennünket a folyosón. Közben hát belülről meg hallatszott, amint törtek, zúztak, minden fölforgattak. Különösen egy magas szőke vesztett csodát rajtunk lábbal, puskával, mindennel, amivel írt. Sanyikának szólították, amilyen furcsa volt már rögtön. Mert hát tulajdonképpen, ha valami írásra kapták volna, akkor Sándor. Tudod, összeverték, csupa vér volt, akkor meg lepróbáltam törülgetni, akkor meg plusz engem is akkor megen elkezdtek ütni a puskát, a torgomba nyomták. Így utána kihajtottak az utcára bennünket. A szomszéd házállító rózsafákba ütöttek bennünket, még ott is plusz ütöttek. Akkor ez a szőke magas, akit mondom, hogy mindig ütött bennünket, ez egyszerre megfogott olyamnál fogva, és mondta, hogy mutassa meg, hogy hol van a Lali. Kezdve azt is Munnál Lajosnak hívják, el kellett mennem vele oda. Itt is végignézni, hogy az ember ütötték. Akkor hazaengedett. Nem is nagyon hittem, azt hittem, hogy talán utána nem fog lőni. Akkor hazajöttem, akkor férjem a fürdőszobába jött ki, akkor kicsit megpróbáltam mosni magát, akkor kerültek elő a gyerekök is. És ott egy kis vártat rá. Akkor bejött a sógornőm, akkor mondtam neki, hogy ugyan miért vittél én most te is, hogy így téged is bántsanak. Abban az időközben már meg kiabáltak. Kérte, hogy adjon neki pálinkát, vagy bort, vagy bármi italt. Akkor elvitték ütet hátra. Mentem ki, csak mondtam neki, hogy menjünk. Ne, hogy már a gyerekeket is bántsanak. Ez bánt a legjobban, hogy nem mentem utána. Nem gondoltam. Akkor egy katona beszaladt. Egy rendes katona, aki volt. Nem ez a bandába való. Mert azok is végig voltak a faluba, kiálltak, még azoknak sem volt szabad belavatkozni. De beszaladt egy kis katona, és mondta, hogy menjek ki gyorsan, mert férjem. Mentem, nem volt ott sehol senki, már csak feküdt a vérbe. Megpróbáltam itt megfordítani, hogy ha érte meg ne fogadjon. Akkor honnan előkerültek még valakik. De most sógornőmnek, hogy szaladjon mentőért, vagy vigyék, vagy valami. Elszaladtak. Akkor én meg a fiam próbáltunk ilyen ajtakaróba behúztunk őket. Örök, amire akkor valami parancsnokik vagy ki oda jött. És még rám kérdezett, hogy miért bántottam. Miért mozdítottam el a helyét. Mondom, tényleg ide, én csak nem hagyom ott az udvaron. És akkor meghalt. Nem kellett mondani sem. Hát látom apámat, hogy megölték. Még lehetett volna helyzet, hogy életben vagy, mert a torkát vágták el, gondolom bajonettal a száján keresztül. Ha lehetett volna még valahogy a kórház, vagy valami, még talán életben lenne. Próbáltatok valahol vinni, vagy nincs? Nem is lehet, semmi. Később volt akkor. Még mindent összehoztunk, kulcsokat megkerestünk, az autót, ezt, azt, mindenféle. Már mindent széttörtek, szétdobáltak. Úgyhogy így volt. Édesanyám? Édesanyám az férjről ment megint. Nem sokára rá. De akkor hogy? Ez az egészet, hogy hát én úgy mondjam, hogy neki ez talán tetszik.
De maga ezt az egész eseményt akkor ott hogy élt el? Ő normálisan, hogy mondja. Én azt hiszem, hogy őnek is sok keze van ebben mindenben. Apámnak a halálja. Igen? Igen. De nem sokára talán majd bizonyíték is lesz erre hozzá, akkor majd rendeződik minden a saját módján. A fiam. Talán beszélték a fejét, hogy én vagyok az apja halálának. Ez én kezem benne van meg ilyenek. És annyira találom magyarázva, hogy nem lehet neki normálisan elmondani semmit. Nem lát se előre, se hátra, csak amit bevett a fejébe, amit bemagyaráztak neki. Nem tudom, hogy valamikor észöltére, vagy belátja-e, hogy nincs igaza. De szeretném, hogy egyszer vége lenne. Nagyon szeretném. Én tudom, hogy mi volt az egész. Hogy személyes bosszú volt? Az volt. Mivel gondolja azt? Hát az egész. Talán nem ér, amik történtek. Népekkel, amint beszéltem. És az illetővel is, aki a legnagyobb bűnös. Nagyon összevesztem. És mérgébe él. Vagy pedig, amint annyira fölhúztam, egyszerűen bevallotta, hogy igaz, benne van a keze. De bizonyítani nem tudom. Ő faluban? Igen, faluban. Szerint? Igen. Ismerem őtet. Faluban. Meg. Előbb mindig ide együtt valami. Kellett neki valami még. Így jön. És azóta találkoztál vele? Igen. És? És úgy csinál, mint olyan semmit nem tudnak, mikor mintha semmi nem történt volna. És akkor te mire válsz? Hát, hogy az összes szerben mindenki hagyjon bennünket békén, és menjenek el innen a faluba. Lehet itt majd boldogan élni, mit gondolsz? Nem nagyon. Milyen fiút szeretném majd magamnak? Hát... Én már sokan gondolkoztam meg minden. Szeretnék egyet, az úgyse lesz, úgyhogy... Akivel napint a pálmodozom. Backstreet Boys egyik tagja. A szomszédban van egy magyar ember, de felesége nagy szerb, és ő is szerbnek tartotta magát, és egy este idejött hozzánk. A kapu be volt zárva, úgy, ahogyan szoktunk, de kinyitotta, egy kicsit ittas is volt talán, és nagy bátorsággal. Itten én kimentem a harmadik kutyaugatásra, és ő
mikor én megláttam őtet, azt mondja nekem, hogy sibálj unutra, hogy takarodj be. Én ránéztem, nem szomszéd bácsi, maga az. Azt mondja, hogy küldjük ki a kátát, egy horvát asszonyt, mert avval akar beszélni, ha nem jön ki, akkor bedobja a bombát. Hát mi mind nagyon megijedtünk, mert 12-en voltunk itten, úgyhogy felszaladgáltak a népek, csak mink hárman a férjemmel, és ez a kátó maradtunk lent, az kiabált, hogy kátó kifele, mert bedobom a bombát. Az meg belülről kiabálta, hogy nem megyek ki, mert legyilkol bennünket, meg összever, nem megyek ki. Akkor a férjem fogta, és kilögdöste az asszonyt, hogy menj ki, és intézd el vele a dolgot. Hát valami problémájuk volt önnek egymás között, ugye? Na, ő pénzt akart tőle, akkor a férjem mondta, hogy add oda a pénzt, és hogy menjen innen. Na, de nagyon megijedtünk, és többször ide ne jöjjön hozzánk aludni, mert akkor is bedobja hozzánk a bombát. Úgyhogy egész rettegésbe éltünk állandóan. Aki nem volt szerb, az mind usztasa volt. Itt voltak a kárba a zaknovát, és ők, ezek úgy ordítozták, mint hogy magyar usztasák. Mit vártok? Lődöztek. Csak láttuk az ágak, hogy le vannak tördelve a fa ágak, ugye másnap az elszáradt. Úgy zörögtek itt a fák mindenhez. Úgyhogy az ember még az udvarba sem mert nagyon mászkálni. Berúgtak itt, akkor lődöztek. Gyűjtek be a kertet, így voltak a gazdák itt a házban. Jobban tudtak mindent, én nálam mi van, mint én. Hát azok a napok voltak a legnehezebbek, mikor minden reggel hallottuk, hogy valakit lelőttek. Hát, hát olyan akkor volt a legnehezebb, mikor ezek a Jagoda és a férje lőtték a népet le. Az volt a legnehezebb. Meg, akkor már nem mertem elindulni sehová. Mert vártuk, hogy majd mi kis sorra kerülünk. Mert megmondták, hogy azt mondja, meglátnak kint. Volt egy gyerek, az mindig eljött ide hozzám. Mesélte, hogy mi történik bent. Mondtam, kinebb egy autóval az, hogy mindjárt lelűnnek. Jó, ne sírja. Nem bírom. Maguknál is járta Jagoda? Háromszor itt voltak a kapuba. Jagoda nevezeti fiatalasszonyka, aki szépen beszél magyarul, és jönnek, és mondják, csókolom a Ranka néni kedvesen, megcsókol, hogy vannak. Nem, köszönöm, nem jól, nagyon nagy bajunk van, ne féljenek semmit azoknak, hogy túl eszéken már nincs fegyverük, azok nem bírnak ide lenni, csak maguk legyenek nyugodtan. Bejöttek, voltak a menzán ebéden, azzal a piros szallagos cernogoráccal volt. Hát ez olyan, nem tudom, hogy milyen lehetett, olyan drógás, vagy milyen ez az ember, de jó képű és finom modorú volt. Ez Svédországból munkás volt állítólag, szép fiatal ember, és mikor hallotta ezt a háborút, akkor hazajött, ugye, itt gondolta, hogy hát lehet talán sok mindent szerezni, vagy minek, csak itt egyszerűen még a horvátok itt voltak talán egy hónappal előbb, idejött, és ez a Jagoda meg a községházán volt, dolgozott ilyen anyakönyvvezető, vagy mi volt, és egyszer csak azt hallottuk, hogy a Jagoda megy férhez, egy ilyen fiatalemberhez, de nem tudtuk, hogy kicsoda, micsoda, ugye? És éjszakánként állítólag világítottak, a szomszédok látták, hogy éjjel is a községházán dolgozik valaki, és ott talán válogatták ki, hogy kik csoda, micsoda valaki, ez a Jagoda, meg ez a fiatal ember. Ide itt egy lerakott ilyen rakás lőszer, egy a tiéd, egy a feleségedé, hogyha nem jelentkezünk munkára. Mert ha nem jelentkezünk munkára, akkor álomellenesek vagyunk. Ha mondom, elmúltam 60 éves, hová akarsz? Nem számít, te még bírsz dolgozni. Na akkor bevettek ilyen, egy ilyen grupában, mint csoportban, mint vízvezetékeket engedtünk ki a vizet a házoknak, hogy ne fogjon el, meg a villanyokat csavargattunk ki, a biztosítékokat.
Aztán akkor mindig reggel fönt a központba kellett összegyűjni, akkor később mondták, hogy mindig csak néztünk, hogy na, Zoli meg a Béla gyűne. De mi tudtuk, hogy ki csinálja. Ők azt mondták, nem tudok semmit. Fölakasztikottan a központban, hogy addig még le nem rohad a kötérő, hogyha megtudják, hogy ki az. Hát ez a gyerek meg gyűjt minden nap nekem mondani. Akkor még mondta, hogy ott a, fönt a központjukban majd lop nekem valami fegyvert. Mondom, ne lopjál te nekem fegyvert, a vadászpuskáimat elvitték, én nem akarok, hogy legyen a házban. Hát, mondom, valakiben belelülök. És akkor az már mondta, tegyek egy baltát a ház, az ajtóba, mikor jön a Jagoda meg a piros, mert pirosnak nevezték, mert piros kendővel be volt ennek a dúlénak a feje kötve. Akkor azt is üssem fejbe, üssem agyon, mert azért nyit, hogy agyonlőj. De mi már akkor is már tudtuk, mikor ez jelentette nekem. És akkor mindig reggel mondták ezek a főnökjeink, a szerbek, nem, hogy na, gyütt a Zoli, gyütt a Béla. Azt várták, hogy mikor reggel nem menjünk, akkor tudják, elintéztek bennünket. Háromszor csináltak összeírást. És akkor is mindig mondta, hogy na Zoli, még egyszer lesz összeírás, mert még mindig több magyar meg horvát van, azt mondja, Baranyában, mint szerb. És addig még el nem érik, hogy több legyen a szerb Baranyában, addig azt mondja, ritkítani kell. Vagy megszöktök, vagy azt mondja, lelövédöznek benneteket. Előbb majd a kutiék ott aluszkod. Az én uram, én nem tudtam, én bent voltam, én nem tudtam ki, mert a stábban jelentett, hogy kinek az. Igen, nem én hozzám. Meg a Sokica Kátát akartak lelőni. Ki tudja magát talán, én már én mindig mondtam, Duska, Olvai Varga, mert mindig magának volt ilyen fehér kalapja, amikor még. Meg fájt a lába olyan. Tudja. És azt mondja, Kajetány Csavek, mondom, oni su nekoj, togan, oni u nekoj veri, mondom, nemoj slučajno, reko, ni Vargove dirat, oni su smo, hogy anyámmal, én nekünk mindig beszélni kell, hogy én jó, hogy ilyen beszédes vagyok. Én mindig, és tudja, mit csinált velem, ilyen papírt át kellett írni. 16-an voltak. Amikor én a Pali bácsinak vittem enni, kétszer vagy háromszor ott mutatok nálam a kapuban, akkor én hozzám akar jönni. Nem. És akkor, nem. Tudod, amikor vittem, akkor kiabált rám, hova megyek? Nem, magam. Mondom, a Pali bácsinak viszök enni. Nem. Akkor még kiabált rám, hogy minek viszök neki. Én nem. Én a Pali bácsit úgy még mentettem, hogy volt a levél, itt a... Én magát nem említettem soha. Mert én mondtam, hogy a Csepenisnek pár stájászad, hogy Paliku, Zoliku, pár ajdega, uhapszte meg itt is mondtam. Már napravite nešta, vesz, hogy ha on vám nem normál. Vargáné idejön, sír és panaszkodik, hogy mit gondoltok, megint ezeket meg ezeket legyilkolták. Volt egy fehér nevű család, ilyen erdő technikus volt, fehér János. Felesége meg őt, tehát szintén legyilkolták. Elmentek arra, ott is talán kávéztak, és utána legyilkolták őket. A stábuk kellett, ez a stáb, ezek a katonák meg a minden össze volt, ezek a bejei, a legizébsebb voltak a fejesek, a Csepunics, a Málkovics, akiknek nagyon rosszul a dossziéjó, már hábor előtt. És azt mondják, én hallottam, hogy mondik, hogy ott beszélik, hogy az Orgyán Sanyi bácsinak a kocsija kell, hogy Orgyán Sanyiket revam a kolazá, hogy kell a stábnak valamire a kocsia. Hát én meg ezt hallottam, és akkor nem tudom, én szaladtam ide, mondtam, hogy még a Pejovicsik, egy Cernogorát, gondolom, hogy én a Sanyi bácsinak mondtam, hogy de szökünk, és mit gondol, ő várt minket a kocsikon. Mondom, Sanyi bácsi, nem lesz jó, és visszamentem, és mondom, a kocsia kell a stábnak, és maga biztos majd nem magadja, magát majd lelövi, vigyázom magára, de úgy mondtam, azt mondja, ovaj, idite vi, ovaj, Duskokod, menjetek tik a Sanyi bácsihu, és azt mondja, beszélgessetek vele, és ő volt az én uram, volt olyan, mint a speciális zadátákon. És jöjjünk mink, és a Sanyi bácsi kint van a kapun. Biztos egyet-kettőt bej volt, és olyan durcás volt. És amikor láttam, az én uram meg azt mondja, bás tebe trebám, éppen te kellett nekem. A Sanyi bácsi azt mondja, te tudod, lányom, hol van a kávéfőző, meg a kávék, itt mindig megloptak a nyári konyhába, anyád is főzött, meg itt voltál sokszor, én Orgyáni Muskával is jobban, mindegyik előbe voltak. És azt mondja, menj főzzék kávét. És arra én hallom, hogy bum, egy két-háromszor, én nem tudom hányszor. Jaj, és tűnt fel az uram a récsőn. Mondom,
És én ott álltam a kávét, főzött meg mindent. Hát mondom, hogy ilyet, hol van a Sanyi bácsi? Azt mondja az én uram, ubioszom rá, hogy lelőttem. Hát mondom, de minek? Hát mondja, azt mondja, az autót nem akarták adni a stáb. Nem akart odaadni ezeknek a... Hát mondom, de azért, és ő akkor már az én rám is izéte a puskát. És akkor én vártam, hogy ő elaludjon. Nem mertem neki főzni kávét, ha mondta is, mert a kávé szagra lövöldözött, érti? Akkor meg is vert engem, mindig a kávét főztem. Akkor hallottam, jöttek, nem is tudom ki jött haza, mondani, kérdezni, hogy ki lőtte le a Sanyit, az Odján Sanyit. Hát mondom, a Duskó, mint a pincébe velem, mert a Sanyi bácsi mindjárt olyan beszélt, hogy gyere, megmutasztom a műhely, mi van nekem, lent azt, azt. Én nem is gondoltam, hogy lelőj. És azt mondja, ha azt mondja, ott verekednek, azt mondja a stábból, ez a drágám, ez a drúga, ez a német tanítványok az ura. Az a Rajkovics, meg a Márkovics, meg a Csepnics verekültek, hogy én lőttem le az enyém a kocsit. Mondom, nem, az én uram lőtte le. Volt egy pecsek barátunk, horvát ember volt, az is idejött hozzánk, és nagyon sírt. És az mondta, már akkor tudta, hogy talán ő rá is rákerül a sor. És akkor mondta, hogy én készen vagyok, nekem végem van, és kérdeztünk, hogy miért. Engemet ki fognak végezni, mondom, nem létezik, ne féljen semmit, Pecsek bácsi, akkor rám borult, és akkor úgy sírt, és mondta, hogy én kész vagyok, jaszam gotov. És ő állítólag látta, a szomszédban van, neki átellenbe ez az Orgyán, és állítólag ezt látta, mikor bementek hozzá, és lelőtték, és azok észrevették őtet. És hát, hogy most ezért kellett őnek is ráfizetni, hogy őtet is agyonlőjék, vagy azért, hogy volt neki valami pénze, és ezek ezt talán tudták, mert pénzre mentek, ékszerre, ugye, hogy most azért csak a szomszédban volt, és onnan vitte át ez a Crnogorac, ez a piros szallagos, az asszony az ott maradt a Jagoda, és csak ő ment vele át, és ottan. Akkor elintézte. Akkor még négyet kellett nekik lelőni, akkor én lettem volna a soron. Ő mindig, mikor berúgott nagyon, azt mondja, hogy jó Csetiri. Mindig mondta, hogy jó Spét Pati, jó Csetiri Pati. Akkor hányszor így odaállított a cigányoknál is, Dárdán, egy valamilyen cigányoknak. Elvezetett olyan tisztább cigányok, itt tartta ez, az ura is. Ülte le az urát is. Ő lövődözött. Mindig mondtam, hát Duska, minek lövőd le ezt a kutyát, meg ezt a tehát minek valami, mindig lövődözött valamire. Lövődözött föl a izére. Azt mondja, én szeretek a mészot. Hogy kell mondani? Húsba. Húsba lőni. Mikor ő lelőtt valakit, akkor azt mondta, hogy süseknek is lisztit. Hogy kell mondani? Mint hogyha nem tudom mit csinált, mint hogyha volt egy házat, na. Kaudája, mint hogyha egy házat fölépített, olyan zadovolnám, hogy kell mondani. Elégedett. Az András felesége, a Kotica azt mondja, hogy jaj, itt volt ez a piros, mert pirosnak hívtak, mert volt itten piros pántlikája, volt a homlokán köröztű kötve. A gép, puska, pisztoly, mind rajta volt. Azt mondja, hogy itten beszélt az Andrással, az egy óra hosszat. Mondom, mi a fenek engeditek be, mondom, hát ez tudják, hogy milyen. Hát, hiába az Andrásnak beszélni, és hát te még megittünk kávét, és a kertén köröztű elmentem én oda. Már itt szoktam mindig menni a kertén köröztű. Elmentem én oda le, megfürödtem, még ott aludtam a Zoliéknál, a Vargáéknál. Azok is fétek, akkor szeretik, hogyha van valaki ottan. Hát reggel nem keltünk olyan korán föl, fél nyolc fel, megittünk a kávét, jövök én a kerten köröztül, megen. Látod, nyitva vannak a kapuk, hátsó kapu, ez a középső kapu, az utca kapu, Baromfi kint van. Hát mindjárt gyanús volt nekem valamit, akkor jött az eszembe, hogy ez itt volt. Hát most nem tudom, mit csinálok, bemenjek, visszamenjek, mit csinálok, menjek a rendőrségre. Hát most már idejöttem, akkor hát bemék az öreg néni, hát ott fekszik, volt az a szobája, az ágy előtt itt honyott, hallóinkbe, hát láttam lövéseket a fején, most nem is tudom, hogy
nem számít, hogy mennyit. Hát mondom, most akkor ezeket is biztos az odraségot is lelőtték. Hát bemegyek a nyári konyhába. Hát ott a nyári konyha, a bútor előtt, ott van az a mosogató, ott feküsznek egyik innen, úgyhogy a fejük összeút, föl voltak öltözve. Hát csak annyit vettem észre, hogy azon a szekrényen, a mosogatón, az ajtókon, ott láttam az agyveláiket, meg szétlütték őket. Na aztán pár nap múlva már elvitt traktort is, itten volt traktor, az a tárcsázó, eke, hát volt neki itten, ugye nagy traktorja volt, nem is tudom milyen, csak nagy traktorja volt, kabinos. Elvittek mindent, na aztán akkor később a házat is, a butorokat is elhordtak. Hát én fölébredtem, mondom, Duszko, ugye nem lősz senkit le? Azt mondja, nem. A Császna Cernogorszka, hogy kell mondani a... Cernogora becsület. Becsület. No. Szabad egyet? Nem. Persze. És akkor az utcán énekő mondja, hogy vicsi háló, hogy kiabálj háló, háló. Hát mondom, hát én olyan álmos vagyok, hát te is bírod kiabálni. És akkor gondolom, hogy ez az asszony azt mondta, hogy hallotta, hogy én mondtam jáó, jáó, mert a kundákkal hátba vett, akkor mindjárt kiabáltam, mert az ember háló, háló. És akkor azt mondta, hogy kiabáljak, hogy ovde Duszko jagoda. És megint nem, itten megállt nekem valami. Nem ment a szó a számbuki, nem tudom én hogy, hogy. És akkor azt mondja, hogy akkor a Duszko kiabált hangos, de Duszko jágod. És ez az fia, az asszonyka kigyütt. Kinyitott az ajtót. Jó estét kívánok. És ő azt mondja, jaj, ne haragudjon, ilyen este gyűjtünk. Ő azt mondja, gyűjtünk, csak egy kicsit megnyugja, hogy valaki magukat háborgatja. Így mondja. Hát mondom, hogy én nem tudom, hogy... És én beültem, és ez az asszony azt mondja, hogy hát mi van magával? Ma én hallottam, én csak hallgattam. Elkezdtem, azt mondja, hogy hallottam a Magdát, hogy maga melyik olyan drága, itt látom magát, ez a tanítani, itt van, ez a Magda, a Kovács Magda. Hogy maga egy olyan beszédes, meg nagyon szimpatikus, meg mikor betűnnek az irodában, nagyon drága, mindig kell szépen. Beszél. Hát jaj, mondom, álmos vagyok. Azt mondja, főzzük kávét. Jaj, dehogy is mondom, mert tudtam, hogy a kávészagra, a kávészagra ezért hát lélek. És valamilyen papír is volt nála. És azt a papírt tudom, hogy mondta, hogy írjam át, de én nem tudom most mi a nevük ezeknek a népeknek. És azt mondja ő, hogy leütünk mink is az asszony meséli, hogy van neki kis unokája, nem, semmi politikai ízi nem volt. Úgy mondom, jaj, de lehet szeretni már ilyen kisbabát, amikor az öcsémnek született, a fia meg a testvéremnek a kislányom, mondom, hogy lehet szeretni ilyen kicsikét, mikor az ember érzi a vérit, hogy kell mondani. Még ő is azt mondja, ilyen kicsi az unokája, nagyon kicsi született, azt mondja, nagyon kisbaba, meg így beszéltünk. Még az ember mondja a Cernogorát, hogy kell mondani a magyarul. Azt mondja, hogy mi, ott voltak, itt voltak, meg milyen szép, meg minden leg... Egyszerűen rám fölmet az emberre, az én uram. Hogy te neked pistol van, azt mondja, dehogy van, azt mondja, hogy melegítem a kezemet, mert ajta volt egy paplan, ilyen kis deka, hogy kell mondani. Azt mondja, melegítem a kezemet, mert nem voltunk itthon is, nincs a polak nagyon hidegek meg. És arra az asszony hozi a kávét, és még mutaszt, jaj, alig várom, hogy kisonom a kámot. És arra az uram, egyszerre csak, de ő nem mondott semmi, de én még mondom, hallod Duszko, majd ugye azt mondta, te, én akartam, hogy ő fölébredjön, hogy nem ő aludt, hogy bukvál is úgy gondolják, hogy aludt. Ugye Duszko, elmenj, elvisz a teljeségből, mindent Cernogorába, meg oda, meg alig várom, hogy lássam. De én beszélök, de ő elaludt már kész. Ezek ottak neki drogát biztos. És egyszerre csak az asszony, ezzel mentem el Beogradba, úgy kaptam szlomzsivácsa, hogy kell mondani, ideg összerúgónak. Egyszerűen csak az asszonyt, az embert, és még így megfordította a puskát,
és lelőtte a kutyát. A kutya itt mellettem volt is, már én nem a kutyát nagyon szeretnek, mindenhol nem is féltem tőle. Egy kutya, soha életemben, még a legmérősebb kutya sérül nem volt. És a kutya elkezdett úgy, jaj, tudja, mint az ember. Úgy. És én ezt a képet, én nem tudom, hogy én, hogy éreztem magam, csak én éreztem, hogy nincs víz bennem, nincs vér bennem, hogy kell mondani. És a kutyát is lelőtte, itt mellettem. És ez az asszony, én nem többet nem tudom, hogy láttam-e ezt az asszonyt, láttam-e az embert, se a kutyát, se semmit, én csak ültem. És az tudom, hogy éreztem, hogy ágyestácsek, én nem tudom, meddig ültem én nem tudom most, hogy voltam én, nem is tudom, hogy éreztem magam, nem tudom én ezt elmondani. És az uram föl, gondolom, hogy így megfogott, vagy haja, ajde, gyere. Én tudom, hogy még azt láttam, hogy az uram az ajtót zárít be, kívülről. És mit, hogyha a doktor diszertáció megvédütte, hogy ment, és menjünk be a stábba, ide még én. Én mondom, jó van, majd találkozunk valamilyen milicianál, vagy valakivel, akinek az anyja magyar, vagy az apja magyar, az anyja szerb, vagy kevert valaki, és majd én mondom. De senkivel, akkor vezetőd be, azt mondja, itt van, ő volt velem. És valamit rátett az asztalra, de én nem láttam, hogy a kulcsokat, vagy valami, hanem a népek, akik ott voltak, már előbb beszélgettek ezek az agentok velük, azt mondja, a kulcsokat dobta nekik. Az asztalra azt mondja, Eva van, hogy itt van a kulcsok, hogy nem, ne trebáte probíját, hogy nem kell föltörni az ajtót. Ja. Mert úgy látszik, a Duskónak mondta, oda föl kell törni, ki kell hajtani, vagy ezek diktáltak. És akkor én láttam, amikor mind jöttünk vissza, már egy kamion át. Amikor jöttünk ki, már egy kis kamion át, azt mondják, hogy ez nagyon gazdag ember volt. Hát utoljára lát, én megmondom, hogy kivel ment, de nehogy engem véletlen hónap után, hogy engem lüljenek agyon. Ez a, aki szőlősön van, ez a Láló, Lálónak hívik, meg a Branko Csepernics, aki az állomáson tartja azt a kis kocsmát. Ott, ahol az autóbusz állomás van. Ezek ketten gyűjtek mindig énekem szólni, hogy hány van eltemetni, meg minden. Hogy mondták? Azt mondták, hogy ajde, azt mondi, gyere, azt mondi, fogd a lapátot, ásót, és azt mondi, ki a temetébe, és van 5 vagy 6 vagy 3 vagy 4, így valahogy, hogy vannak. És ezt mind el kell temetni. És akkor ők itten álltak, addig át a luknál még én kiástam, meg letettünk meg minden. Félt maga? Hát, bazd, drági, nem volt mindegy. Akkor kiástunk a lukot, a gödröt kiástunk, és akkor ide kettőt rátettünk a halottas kocsira, és akkor ide dugtunk, akkor úgy megen kettőt, és akkor úgy, mert nem bírtunk mind egyszerre föltenni mind, ugye. Úgyhogy kettő-kettő kihúztunk, és akkor leengedtünk vala kötéllel, ugye, hogy akkor alá tettünk kötelt, és úgy leengedtünk, hogy nehogy dobáljunk. Minek dobáljunk? Az nem kutya, hogy dobálni kell. Mert ezek azt mondták, hogy csak dobáljunk bele, azt mondja, nem engedni, meg nem tudom én mi, azt mondja, csak bele dobni, azt mondja, és csak letemetni minél előbb. Hát mondom, nem úgy van az emberek, mondom, hogy csak letemetni, hát nem kutya, hogy letemetni, csak hát le kell temetni mindegy embert, nem? Azt mondja nekem ez a Csepernics Branko, azt mondja, ne sokáig, azt mondja, itten ugassak, azt mondja, mert mindjárt azt mondja, egy Rafalt lüv, azt mondja. Ha mondom, ajde, akkor lüj, mondom, mit vársz, mondom.
nagy örömmel ugye vártuk a hírekbe, hogy hát majd jönnek az UNPROFOR, és majd mi felszabadulunk, meg így lesz, úgy lesz. A feleségem még csokrot is csinált, aztán itten odaadta nekik, mikor először itt mentek, járkáltak. És hát örültünk, hogy majd jobb lesz, aztán még akkor se lett jobb. Akkor ők itten járőröztek, de a félelem, sőt talán az új, olyan érzés volt, hogy eljött a zenc, és még a szerbőknek adott hatalmat. Mi éreztünk? Ez a mi érzésünk volt, már úgy viselkedett a helyzet, hogy a szerbők, amit csináltak, az minden jó. És azt, amit most mondok, hogy megkérdezték tőlünk, hogy hát mit keresünk minket, miért nem mentünk el. Ezt most úgy tudom aláli, bebizonyítani, hogy mikor megtörtént velünk ez a baleset, hogy belüttek, és bedobták a kézigránátot, akkor, mikor mi megjöttünk a az orvostól, akkor már itt vált bennünket a zenc rendőrség, az egy bangladesi főnök volt, a rendőrségen Dárdán, aki volt, és hát az így bejött, és olyan elég jó szerbül beszélt már, horvátul, ahogy már megtanult, és jugoszlávul beszélt, és beszélgetés folyamán föltette azt a kérdést, azt mondja, hogy hát miért nem mentek el maguk is, mit keresnek itt? Hát, miért jöttünk a szerbek közé? Hát, hogy jöttünk vagy nem, de hát mit keresünk itt? És az olyan volt, mint mikor a villám belecsap az emberbe. Na mostan megértettük azt, hogy ez idegen. És hogy tisztább voltunk arra, hogy a szerbek, amit bepakoltak nekik, megmutattak, ez a szent. Tehát nem létezik más. Akkor én csak annyit kérdeztem meg a bangladesi úrtól, hogy mondja maga, amikor itt most befejezi a dolgot, akkor hova megy? Hát azt mondja, elmegy haza oda Bangladesbe. Na lássa, mondom, én meg itthon vagyok, mert még az őseim is, meg még azok előtti is, mind innen idevalósiak, laskák. És azért vagyunk, mint mondom, itten is nem mentünk el, mert mind ezek jöttek ide mi hozzánk Baranyába. Akkor nézett rám, igen, mondom, most, hogyha magát nem jól világosították fel a szerbük, akkor ez így van. Rendőr akkor ide jut, hogy miért nézzük a kék sisakosokat, és miért nem szabad velük beszélnünk. Hát miért nem szabad vele beszélni? Mondom, ha én tudnák, akkor beszélnék. Azt mondja, hogy és mit mondanak neki? Az igazat. Ha kérdezi, melyik igazat? Magamé. Bár én nem hívtam senkit se ide. Anyika. Csend legyen, fiam. Nem mondok semmi olyan rosszat, ami igazat beszélek. Pedig a tévébe, mi lesz akkor? Semmi se lesz, fiam. Nem mész el, Bodri? Ne félj, fiam, nem lesz belőle semmi. Nem ezt meg ne félj. Tényleg ágyújt valaki, akarsz egy bombát, mint hogy hajnak megcsinálták a kolyót. Legalább hallják mostan. Nincsenek még vége semmi. Ne haragudjanak óra inkább. Tudod, hogy a János is őrnek mindenkinek. Tudom, hogy a Jánost is bántottak. Azt is tudom, hogy tégedet is bántottak. Hogy tudunk csak magunkra nézni őket. Nincsenek vége semmi. Nem mer a nép beszélni. Egyszerűen nem mer. Úgy sem merte volna eset. Egy sem megmondani, még a leggazdagokban. Nem mész el, Bodri, innen? Mi volt, vagy hogy volt? Nem mész el? Tudjuk, hogy nem mertem, még mi se nagyon merjünk. Magát is bántotta? Beteg velem állása, mi van? Mit akarok mondani? Idegileg kikészítik az embert. Kikészítik az embert. Tisztára, mert olyan szavakat használnak mindenki, hogy nem tudja, hogy szóljon vagy ne szóljon. Le kellett ezt nyelni. Ez szörnyű volt, ezt mink nem is tudjuk, hogy mondjuk meg. Egyszerűen csak az a baj, hogy mi vagy magyar. Így magyar, úgy magyar, amúgy magyar. Pedig mink nem azt akartunk, semmit nem akartunk, csak azt a szegénységünket, ami van, hogy megtartsuk. Ami a miánk. Ami a miánk, csupán asztalt. Legjobban járt, aki elment a karhova. Még itt voltunk, usztasák voltunk ezeknek. Most, ha visszagyűnnek, akkor mit mond ez, hogy csetnik vagy? És hogyha azt mondta a fiam neki el, hogy én nem vagyok se ez, se az, akkor azt mondta, hogy Hortievác vagy. Na lássa, úgyhogy megint csak nyelünk. Ezt meg kell érteni. Ma lelkileg vagyunk betegek. Tönkre mentünk, teljesen én magamról tudom csak, hogy olyan vagyok, mint hogyha elgázolt volna egy autó, vagy egy úthenger, nem tudok magamhoz térni. Most már úgy reménykedünk, hogy béke van, meg jól lesz, meg nem tudom. De a lélekben úgy
össze vagyok törve, nem tudom. Nem tudjuk elrendezni a gondolatainkat, szeretnénk visszaállítani azt a mozaikot, ahogy volt. Igen. Nem megy, sehogy sem megy, se nem jön össze semmi. Igen. Például naplót vezettem, és azóta nem tudtam tovább folytatni, mert az emberi kegyetlenséget nem tudtam elviselni. Nem tudom, hogy miért, hogy vadulhat így az emberi mi voltából állattá egy ember. Nem lehet leírni azt az érzést, mert nagyon furcsa. Átmentem a határon, és nem azt fogadott, amit ott hagytam. Elhanyagolt az egész terület, benőtte a gaz, a fű, a földeket. Katonákkal találkoztunk, tankokkal, bár nem annyival, mint amikor eljöttünk, most már enszesekkel. Aztán, amikor a faluba beértünk, akkor ott fogadott a cirélbetűs tábla, falutábla, és ahogy közeledtünk a házunkhoz, úgy dobogott hevesebben a szívem, aztán amikor megláttam, akkor nem a mi házunkat láttam, mert az már nem a mi házunk, szóval egy, nem tudom micsoda, nem a mi házunk. Láttam a nőt bemenni a házba, aki most ott lakik. Éppen akkor jött valahonnan, és ment be a házunkba. Amikor megálltunk a kocsival, és állandóan az a kép van előttem, hogy egy vadidegen nő megy be a házunkba, és én viszont nem tudok bemenni. Szóval fölfoghatatlan érzés volt, hogy most én kint vagyok, de nem mehetek be. És nem járhatom végig azt az utat, az udvart, a teraszt, folyosókat, szobákat. És nem lesz az bent, amit ott hagytam, a könyveim, az apró kis dolgaim. Úgyhogy az emberekben azért lesz ott akarat erő. Nehéz. Nehéz, mert például nincs, hanem azok az emberek, akik voltak. Nem tudom, hát most majd a fiatalok, majd talán azok. Ez a generáció most a 6 éve, aki eljött, ugye. Ezek már, hogy fogják fel, vagy mit gondolnak, nem tudom. De viszont, ahogy hallom, sokan visszamentek már, és visszamennek. Akkor pedig valami lenni fog. Csak hogy hogyan, ezt nem tudom. Hogy megmaradnak-e magyarnak, ezt nem tudom. De innen elvittek mindent. Úgyhogy most éppen kíváncsi vagyok, hogy benézni. Itt sem marad semmi. Nem tudok. Itt dolgoztam. Ez volt a műhelyem. A halász szerszámból semmi nincs. Itt nincs. Itt is az is összedőlt a fészer. Minden. Semmi nem maradt. Halász szerszámból. Itt voltak felakasztva. Például. Itt voltak felakasztva a szerszámok. De már maradtok bele semmi. Semmi halász szerszám nem maradt. Még itt nem minden, valami hálók is itt voltak.
Csónakomat nem láttad oda kint valahol, állítólag ott van csapadás. Elvitték a szomszéd. Az mondjuk nem ott van kint, az én a kanálisan ott van kint. Nem tudom én. Szóval én nem is voltam igen. Annyira. Hát, nem is tudom, kit ő hallottam. Van itt csónak annyi a kanálisban, hogy valami. Ez a vendéglő, jó menő vendéglő volt, közel volt a városhoz. Forgalmas volt, emberek jártak hozzánk. Nagy fejesek. Hát én nekem reményem van a hazatérési és rendbetegés és dolgozni. Nem hagytam el a reményt, mert az ember, itt még a nap is másképp süt, mint máshol. Az embernek a itt az 55 évet itt éltem le, én vásároltam, én az egész alap, szóval mindent én csináltam, itt nem senkinek nem örököltem, mert az, valaki valamit örökül, az könnyebben, mint az emberes feltételek valamit teremt. Ez bunker kiárat volt, őnek valamilyen ilyen, meg a szomszédok, amit raboltak, azt mind ezen vitték, itt az által azért csináltak nekik átjáratot. A szomszédok magyar? Szerb a magyar, a szerb a szerbek. Ezek miatt mentünk el, ezek üztek ki bennünket, a szomszédok. Hát nem tudom, nem hiszem. Nem. Kinézzünk majd őket. Igen. És én is azon vagyok, megesküdtünk ezekre a két kollégámra, háromra, ötre, hogy mi heten, amik meg vagyunk még. Ezt a bandát innen kikergessünk. Nem üssünk mi senkit, hogy jön, de itt nem lehet. Én is azt mondom, tiszta magyar falu. Egy pár orvát van egy fene, de tiszta magyar. Szerbnek nem szabad itt maradni. Egy talán, de annak is nagyon le kell térdelni, hogy itt maradhasson. Majd sok mindenki fog derülni még. Hát most a horvátok utának, mert gondolják, hogy én ezt csináltam, hobár nem utának mind, akik ismer, az nem. A szerbőknek úgy káotretire, ő még hogy kell mondani? Úgy retíroznak, mint hogyha én kiadtam az uramat, hogy kell mondani, én kiadóba áruló vagyok, én csak rendes úton, isteni úton járok, hát valamit majd dolgozok én, nem kérek az élettől, hogy kell mondani, csak itt az őcsi megvett ezt a kertrészt, és akkor majd valamit itt el. Szeretnék be, én itt nyitám, hogy mit tudom, nem szeretnék elmenni be, én nem tudom, az őcsim is eladja a házat, hátra veszik be, én. Vagy tehát, Magyarország a másik cél? Magyarországon Sárokon született apám, ha Mohácsra szeretnék. Mohács vagy Pécs, hát mindenhol. Itten Sároktú Pécsi szeretnék valahol lakni. Pécsen is, meg a faluk is tetszenek, körük már háború előtt sokat jártam. Háromszor elindultunk, hogy megyünk, még nem vették be, még nem jöttek be a szerbek, hogy elindultunk, háromszor indultunk. De közben mindig, mikor kapó értünk, akkor visszajöttünk. Gondoltuk, hogy öregek vagyunk, hová menjünk. Nekünk itt a helyünk. Nem, hát azt el sem hát képzeltük, hogy ilyen nép tud lenni, akivel hogy együtt tudtuk étünk. Volna, hogy mi vár ránk, biztos nem maradtunk volna, mert semmi pénzért. Hát itt vannak kollégák, együtt jártunk vadászni, együtt jártunk iskolába, itt nyőttünk föl meg mi, és egyik napról másikra nem ismeri az ember. Leköpi, hogy usztassa meg minden. Meg ami most legjobban fáj, az, hogy megaláznak bennünket, hogy minek maradtunk itten. Még meg örültünk, hogy jön egy valaki, hogy hát lássuk a mi népünket, ők meg minket lenéznek. Az legjobb. Hát. Van a nagy házad, megőrözted a házat, van neked minden, hát mondom, mit a falakat nyaljunk? Mindig az, hogy megvan a nagy ház, itthon maradtál. És akkor egy párnak mondtam, miért nem maradtál te otthon? Ahogy én itt maradtam, te is ott maradhattál volna. Akkor ezek meg most, akik már kellene már gyűnni haza, azok meg azt izángáték, hogy ne várjunk meg őket. Mert összeloptunk mindent. Hát. És hogy gyűnnek haza, szerbükkel meg csókolózgatnak, hogy régen látták egymást.
Miket megállítélek, hogy mi robótok? Nem a szerbek robótok, hanem mi. Magyarok meg horvátok. Hát, így kellett lenni. Most már gyerekek hazajöttek, talán már jobb lesz. Majd eddig sem mentünk se van, majd most sem megyünk ezután se sem, ha itthon leszünk. Nem adjuk meg nekik azt az örömet, hogy lenézzenek bennünket. Jó, elég. Gyászoló testvéreim, végtisztességet tévő keresztény gyülekezet, nem mindennapi temetésre jöttünk ez alkalommal össze, nem mindennapi, mert erre a temetésre 6 évet vártunk, 6 teljes évet, hogy emberhez méltón, kereszténhez méltóan kikísérjük minden élők útján Bátki András, Németh Katalin és Németh Mária testvéreinket. Egybe gyűltünk, hogy mindnyájan utolsó földi búcsút vegyünk tőlük. Tiszteletünket adjuk a családnak, a rokonságnak, a barátoknak, ismerősöknek. Gyászba borult Baranya, gyászruhát öltött a család hosszú évek után. Gyászruhát, hogy elsírassa, elsírassák az ő szerettüket és szeretteiket. Igen, mert az ember, aki ezt a földet uralja, az ember, akinek az Isten azt mondotta, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, s hajtsátok uralmatok alá, hogy az ember miként hajtsa uralma alá ezt a földet, látszik, s meglátszik az, aki Isten, aki Krisztus nélkül él, hogy mit tud cselekedni, ezt testvéreim. E 3 toporsó bizonyítja, hogy mit tud az ember Isten nélkül tenni. Mindig dolgoztak. Ilyen. Hát nem tudom, mindig az jut eszembe úgy, hogy csak dolgozni, hogy jó legyen a gyerekeknek, még hogy csináljak. Ez volt az életük. Kimentek Németországba, dolgozzanak, hogy tudjanak házat építeni. Kész volt a ház, hazajöttünk, és akkor vettünk földet, traktor, kis jószág, minden, és akkor csak a munka. Azért is, szóval hát ők kimenekültek Magyarországra, de mégis visszajöttek, mert most 20 év nehéz munka után ezt az egész vagyont ott hagyni. Egyrészt elítélem őket egy kicsit, hogy nem, hogy hazajöttek, mert a másrészben meg is lehet érteni, hogy ilyen idős emberek mégis egész életüket azért áldozták föl, hogy teremtsenek valamit, és akkor csak egy ilyen
egy valami miatt ott hagyják, csak úgy. És akkor megint nyomorba éljenek. Sok inkább azt vállalták, a veszélyt, a halált. Hát ez nagyon távoli most már, főleg az a világ, amit felépítettek. Annyi minden történt. 93-ban mentem át Magyarországra. És addig annyi minden történt, hogy egészen máshogy élek már, mások a felfogásaim, úgyhogy most múlt héten voltam otthon. Idegennek tűnik az egész, kicsit. Mint egy álom. Ezt megint, nem tudom, néhány emlék maradt. Többi az mind álom.